Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, október 3-a Helga és Mária napja van. 60 éve meghalt Szabó Lőrinc, Kossuth Díjas költő, műfordító. Most pedig lássuk a fontosabb eseményeket röviden. A 21 éves Nebojsa Kuzman a szabadkai Spartakusz labdarúgó klub szurkolói táborának tagja, a Bécsben történt gyilkosság áldozata. Sztrájkok vannak Katalóniában. A Magyar Nemzeti Tanács 77 általános iskolába juttat el könyvcsomagot, 11 iskolának pedig interaktív táblát is adományoz. Törökbecsén piacot szerveztek gyermekek számára. A 21 éves Nebojsa Kuzman a szabadkai Spartakusz labdarúgó klub szurkolói táborának tagja, a szombatról vasárnapra Bécsben történt gyilkosság áldozata. Ezt a Blue Marines nevű szurkolócsapat képviselői is megerősítették. A szabadkai fiúra és bolgár barátjára egy 4 tagú afgánokból és csecsenekből álló csoport támadt rá. A verekedés során mindkettőjüket megkéselték, Nebojsa Kuzman a helyszínen elvérzett, a bolgár fiatalembert pedig életveszélyes sérülésekkel szállították az egyik bécsi klinikára. A tettesek a halálos kimenetelű verekedés után megszöktek a helyszínről, de a bécsi rendőrség azonosította és letartóztatta őket. A szabadkai és a bolgár fiatalember az U6-os bécsi metróvonal egyik állomásának járdáján keveredett összetűzésbe a 4 tagú afgánokból és csecsenekből álló bandával. Ebbe a mögöttem látható kisbajmoki óvodába járt az 1996-os születésű, Bécsben meggyilkolt Nebojsa Kuzman. Egykori óvonője szerint csendes, nyugodt természetű kisgyerek volt. Nebojsa Kuzman egy ideje Bécsben élt és dolgozott, korábban Szabadka kisbajmok városrészében, a Húsvét Lajos utcában lakott édesanyjával, húgával és nevelőapjával. Most a nagytata vigyáz a házra, de senkinek sem nyit kaput. Nebojsa családja egyelőre Bécsben maradt az ottani szerb nagykövetség segítségével, a holttest hazaszállítását intézik. Az utcabelieket sokkolta a hír, első szomszédja még most sem hiszi el, mi történt. Tegnap előtt tudtuk meg a hírt, a barátok küldték Facebookon, nagyon érintett, azon gondolkodunk, hogy hogyan is fogjuk őket visszavárni, a szülőket, hogy mit is fogunk nekik mondani, mert én együtt nőttem fel a fiúval, ő 21 éves, én 31, de kicsinek emlékszek rá, és nem tudom, szóval most is, nem tudom, nagyon rossz. Szerette a barátait, szeretett szórakozni és autózni, igazi bohém volt, meséli a szomszédja. Nebojsa nagy rajongója volt a szabadkai Spartakusz labdarúgó klubnak, szurkolótársai igazi lokálpatriótaként ismerték. Azt mondják, a hely, ahol a gyilkosság történt, korábban a Bécsben élő, a Balkánról jött különböző drukkerek kedvenc gyülekező helye volt. Csecsen volt, aki leszúrta sajnos a kollégánkat, aki kint tartózkodott, Ausztriába kint dolgozott. Mit dolgozott őként? Ő szezonálisan kiment dolgozni, hogy télire, hogy visszajöjjön is, hogy segítse a családját. Nehéz most ilyenkor szavakat találni, mert ez egy nagy tragédia nekünk, mert mint egy nagy család vagyunk, kis klub vagyunk, nem vagyunk nagy tábor, ismerjük személyesen egymást, szóval abszolút ilyenkor remeg az ember hangja, meg a szíve is bele sajdul. Én személyesen ismertem, sokszor utaztam vele, egy vikkedélyű srác volt, nagyon kedves és kellemes ember volt, akármilyen témáról el lehetett vele beszélgetni. Nebojsa Kuzmánt Szabadkán fogják eltemetni. Túl van az életveszélyen a bécsi késelés 31 éves bolgár sebesültje. Szombatról vasárnapra Viradura Bécsben egy kebabbódén állaposságon összeszólalkozott egy 3 afgán és egy csecsen fiatalból álló csoport 2 szerb és egy bolgár állampolgárral. A 22 éves csecsen bicskájával megsebesítette a 31 éves bolgár állampolgárt és a 21 éves szabadkai szerb állampolgárt, aki belehalt sérüléseibe. A 3. egy 20 éves szerb fiatal sikeresen elmenekült, őt később tanúként hallgatták ki, tudta meg Harald Sörös rendőrségi szóvivőtől Fetes Kata bécsi tudósítónk, akit Skype-on kapcsoltunk. Rendőrség 1 órán belül elfogta a késelő csapatot. A 22 éves csecsen beismerte rögtön tettét, a 23, 25 és 26 éves társai ellen is gyilkosságért emelnek vádat. Az ügyhöz jelenleg közelebbi bővebb hozzáférés nem lehetséges, mert az akta már az ügyészségen.
Sztrájkok vannak Katalóniában, így tiltakoznak az erőszakos rendőri beavatkozások ellen, amelyek a hétvégi katalán függetlenségi népszavazáskor történtek. Kedd délután egész Barcelona megbénult. A munkabeszüntetés miatt Barcelonában zárva volt a legtöbb üzlet, piacok, butikok, pékségek, kávézók. Nem nyitottak ki a múzeumok, kulturális központok és a színházak is törölték a keddi előadásokat. Barcelona utcáira tömegek vonultak ki, hogy részt vegyenek a tiltakozó akcióban. Több a városból kivezető főúton is tiltakozó menet bénította meg a forgalmat. Katalóniában összesen 47 útszakaszon nem lehetett közlekedni a munkabeszüntetés és a tüntetések miatt. A tiltakozó akciót eredetileg még a múlt héten helyezte kilátásba, négy kisebb dolgozói érdekképviselet, mint harcot az elnyomás ellen, a szabadságért, így kifejezve ellenérzésüket a hatósági intézkedésekkel szemben, amellyel a spanyol kormány igyekezett megakadályozni az Alkotmánybíróság által felfüggesztett referendum megrendezését. A vasárnapi események hatására Spanyolország két legnagyobb dolgozói szakszervezete, a munkásbizottságok és a spanyol munkások általános szövetségének katalán szervezete is jelezték, ők is támogatják a tiltakozó akciót a rendőri erőszak ellen. A katalán elnök érvényesnek nevezte a népszavazás eredményét, és ígéretet tett rá, hogy a kormánya alaposan kivizsgálja a spanyol rendőrök által elkövetett jogsértéseket. A politikus egyúttal felszólította a spanyol egyenruhásokat és a csendőrség munkatársait, hogy hagyják el Katalónia területét. Közben Madrid épp a katalán rendőrökre mutogat. Sajtó információk alapján a központi kormány meg akarja büntetni azokat a rendőröket, akik nem engedelmeskedtek a parancsnak és nem oszlatták fel a katalán szavazókat. A jogsértésekkel kapcsolatban a katalán elnök hétfőn az Európai Uniónak is üzent. Mint fogalmazott, az Európai Bizottság mondhatja, hogy a katalán kérdés Spanyolország belügye, de az emberi jogi sérelmek felett nem hunyhat szemet. A brüsszeli végrehajtó testület szóvivője közben megismételte, nem tekintik jogszerűnek a katalán referendumot, és amennyiben Katalónia függetlenedik, az EU-n kívül találja magát. Barcelonában azután folytatódtak a demonstrációk, miután a vasárnapi népszavazáson a voksukat leadó katalánok 90%-a az önálló köztársaság mellett foglalt állást. A katalán kormány adatai szerint a szavazás 42,3%-os részvétel mellett zajlott, és több mint 2,2 millió regisztrált szavazó döntött a függetlenségről. A spanyol belügyminiszter szerint a katalán elnök utcai lázadásra, a spanyol hatóságok elleni gyűlöletre, zaklatásra buzdít. A tárcavezető keddi madridi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, egy jogállamban elképzelhetetlen, hogy inzultálják a rendfenntartókat, akik a törvénynek akarnak érvényt szerezni. A belügyminiszter üzenetet intézett a spanyol rendőrség és csendőrség kötelékében szolgálók felé. Azt mondta, az állampolgárok tisztában vannak azzal, hogy mit képviselnek, a spanyol kormány pedig megvédi méltóságukat és garantálja jogaikat. Juan Ignacio Zoido azt is bejelentette, október 11-ig meghosszabbítják az átvezényelt spanyol rendfenntartók jelenlétét Katalóniában, és kijelentette, nem hagyják el azokat a szállodákat, ahol elszállásolták őket. Több katalán város szállodáiból is utcára tették a spanyol rendőröket és csendőröket az erőszakba torkolt vasárnapi függetlenségi népszavazás miatt. Miközben Barcelonában a spanyol rendfenntartók ellen tüntetnek, addig Madridban épp mellettük. Nem valószínű, hogy Brüsszel reagálni fog a Szerbia által bejelentett hivatalos átiratra, amelyet azzal kapcsolatban írnak, hogy az Európai Unió szerint nem volt legális a katalóniai referendum, mert Spanyolország az EU tagja, de a mi feladatunk az, hogy megvédjük a saját országunk érdekeit, jelentette ki Alexander Vučić. A szerb államfő a várnai tárgyalást követően kijelentette, hogy nem hallott még olyanról, hogy a nemzetközi jog esetében számít az, hogy valaki EU tagállam vagy nem. Emellett olyan ENSZ határozatról sem tud, amelyik megemlítené Koszovó elszakadásának a lehetőségét. A szerb külügyi tárca vezetője is kijelentette korábban, hogy kettős mércéről van szó, hiszen amikor Koszovó vált el Szerbiától, azt az európai országok többsége támogatta, most viszont az Európai Bizottság alkotmány ellenesnek és jogszerűtlennek ítélte a katalán népszavazást. Egyebek között az is téma volt a várnai tárgyaláson, ahol Alexander Vučić szerb államfő, Bojko Borisov bolgár, Alexis Tsipras görög és Mihály Tudose román miniszterelnök egyeztetett. A négy fél célja, hogy fejlesszék az együttműködést a közlekedés, az infrastruktúra és az energetika terén, valamint hogy befektetőket vonzanak a térségbe és javítsák a régió gazdaságát. Ez lesz a prioritás Bulgária számára a következő év első felében is, amikor ők lesznek az Európai Unió soros elnökei.
Az Európai Bizottság álláspontja miszerint Koszovót és Katalóniát nem lehet összehasonlítani, mert Spanyolország EU tagállam, nincs összhangban a nemzetközi joggal, állítja Váradi Tibor, akadémikus nemzetközi jogász. Az nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nem szívesen venné Katalónia függetlenedését, nem látom azonban, hogy bármiféle különbség lenne a nemzetközi jogok szempontjából Koszovó, vagy a Krími félsziget, illetve a Skócia között etéren, véli Váradi. Nincs egyértelmű nemzetközi jogi álláspont arról, hogy mi módon válhat függetlenni egy ország bizonyos része. Semmiképpen sem lehet különbséget tenni Koszovó és Katalónia között, tette hozzá a nemzetközi jogász. Váradi Tibor szerint az első világháborút követően a történelem megmutatta, hogy függetlenséget csak meghatározott erőviszonyok és specifikus nemzetközi helyzetek közepette lehet kiarcolni. A jelenlegi helyzetben a függetlenségre törekvő katalánok nem számíthatnak jelentősebb nemzetközi támogatásra, tette hozzá. Egész Amerika gyászol a Las Vegas-i vérengzés után. Az országban egészen péntekig félárbóc rengették az ászlókat, több helyen egyperces néma csönddel rótták le tiszteletüket az emberek. A támadás emlékére lekapcsolták a New York-i Empire State Building fényeit. Nem csak a Las Vegas-iak, hanem a turisták is tömegével mentek vért adni, hogy így segítsék a lövöldözés áldozatait. Legalább 59-en meghaltak és több mint 500-an megsérültek Las Vegasban, ahol egy fegyveres álmokfutó automata fegyverrel lövöldözni kezdett egy koncert nézőire vasárnap. Válogatás nélkül több száz lövést adott le az egyik szálloda 32. emeletéről az elkövető. A 64 éves helyi lakos az őrizetbe vétele előtt végzett magával, a támadást világszerte elítélték. Az Óbecsei önkormányzatban, valamint a község által finanszírozott közvállalatokban és intézményekben az idén nem haladhatja meg a 455 főt a határozatlan időre foglalkoztatottak maximális száma. A többi között erről is határozott mai ülésén a községi képviselőtestület Óbecsén. A napirendi pontok zömét, kádercserék, valamint a közvállalatok és intézmények tavalyi munkajelentései és idei programtervei tették ki. A Toplana közvállalat is napirenden szerepelt, Deján Vukovics igazgató elmondása szerint a termelés és a bevételek csökkenése ellenére a vállalat pozitív eredménnyel zárta a tavalyi évet, csökkentek a kiadások és a szerbiai gázszolgáltató iránti tartozások, és a fűtés idén is felkészülten várja a cég. Mi smo juče krenuli u puštanju rad kotlova, takozvane tople probe, koje će se odvijati tokom cele ove nedelje. Tako da što se tiče kotlovskog postrojenja, što se tiče distributivne mreže, mi smo potpuno spremni za rad. Mogu da kažem da su preko leta iskoristili smo period, letnji period, da saniramo neke kvarove koje smo imali uočene iz prošle grejne sezone, tako da smo u značajnoj meri i smanjili gubitke vode na vrelovodnoj mreži. Što se tiče cena, ona će ostati nepromenjena. A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában csomagosztás volt. Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagja, adta át a könyvcsomagokat és az interaktív táblát az iskolának. Az iskola vezetőségét és a diákokat is örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy azok közé az intézmények közé tartozhatnak, akik ebben az ajándékban részesülhettek. Az interaktív táblát szalag átvágással avatták fel. Mi egy nagy magyar iskola vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy házi olvasmányokkal és egyéb szépirodalmi alkotásokkal bővíthetjük a könyvtárunkat. A gyerekek azok nagyon szeretnek olvasni, használják is a könyvtárat, és nagyon örülök annak, hogy ilyen lelki táplálékkal gazdagodnak. A Magyar Nemzeti Tanács minden évben megajándékozza az általános és középiskolásokat. 11 iskolára esett a választásunk, amelyek okostáblát kapnak. Tulajdonképpen ez az okostábla ugye a mai világban rendkívül fontos, és azt tudjuk, hogy az iskoláink eléggé rosszul vannak műszakilag felszerelve, és muszáj haladni a korral. Ez a program a magyar kormány támogatásával jöhetett létre. A 11 iskolát a magyar ajkú diákok száma alapján választották ki. Petkovics Márta hangsúlyozta, az ajándékok bárhova kerültek volna, jó helyen lettek volna. Két általános iskolát, egy középiskolát és a Magyar Művelődési Központot újítanak fel Kúlán. A beruházásokat többek között tartományi támogatás segítségével valósították meg. A múlt évben a Kúlai Petőfi Brigád általános iskola felújításra 1 millió 600 ezer dinárt kapott. Az épület beázik, az összegből ezt is szeretnék megoldani. Az intézményben már végeztek javításokat az elmúlt években is. Legutóbb a tornatermet hozták helyre. Néhány évvel ezelőtt
azt a részt, ahol a maga a sport tevékenységek folynak. Itt a padlózat lett teljesen felújítva, a tetőszerkezet izolálva, és a világítását megoldották már ezekre az adekváns LED világításra. Ha jól tudom, ott a 2 méter magasan a Luxél fény is megfelel a standardoknak azért, hogy a versenyeket tudják tartani. Nyilas Mihály a tartományi oktatási és nemzeti közösségi titkár elmondta, a továbbiakban is tervezik, hogy az épületek karbantartását együttesen közös forrásokból, a tartomány és a köztársaság, illetve az Európai Uniós források bevonásával folytatják. Kulai polgármesterrel, alpolgármesterrel együtt meggyőződtünk arról, hogy egyrészt a község vezetése jelentősen odafigyel az oktatásra a községben, másrészt sikerült pár helyen már előre is lépnünk közösen beruházva az épületekbe, a felszerelésbe. Az iskolák mellett a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ felújítására is sor került. A Népkör a Kulai Magyarság Központját képviseli, mely jövőre fogja fennállásának 150. évfordulóját megünnepelni. Illetékesek szerint a felújításra közel 10 millió dinárra van szükség. A tervek szerint a munkálatokat jövő tavasszal fogják befejezni. Az épületet 1868-ban építették. Valka Károly alpolgármester elmondta, hogy a Népkör szakosztályainak közel 600 tagja használja az objektumot. A legöregebb magyar egyesület Vajdaságban és valószínűleg, hogy a környéken is. Ezzel, hogy a legöregebb, ezzel nagyobb is a felelősségünk, hogy ezt az egyesületet tovább működtessük, és az mellett egy felújítás van folyamatban, egy részét már felújítottuk, egy része folyamatban van. A Kula Népkör Magyar Művelődési Központ tagjainak többsége fiatal. A szakosztályok munkájába bekapcsolódó személyek 80%-a diák. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Megnyílt a Lorisztújvidéken. Konzuli fogadónapot tartott ma Temerinben Magyarország szabadkai főkonzulátusa. A legtöbb illegális bevándorló az északbácskai szerb-magyar határszakaszon Királyhalom közelében torlódik fel. A napközben a helyiek mostanság ritkábban látnak migránsokat, mivel azok inkább éjszaka mozognak. Csend és nyugalom volt a szabadkai befogadó központban, csak néhányan voltak a központ udvarán. Az itt tartózkodó migránsok biztonságban érezhetik magukat, ugyanis a központ üzemeltetői élelmiszert és a tél közelettével fűtést is biztosítanak számukra. Azok a migránsok, akik nem a befogadó központban vannak, azok a határmenti erdőkben próbálnak menedéket találni, illetve onnan átjutni az Európai Unió területére. A Szabadkához közeli Királyhalmán gyakran látnak a helyiek illegális bevándorlókat, a migránsok kedvelt pihenőhelye a falu temetője. A Királyhalmi temetőben korábban gyakran próbáltak migránsok menedéket találni, azonban itt jártunkkor egyetlen egy illegális bevándorló sem tartózkodott a temető környékén. A bácskai falu lakói még manapság is félnek egyedül temetőbe menni az illegális bevándorlók miatt. Temetőre egyedül nem merek kimenni, ez egy biztos maradt, még mondják, hogy elvétve akad szemét, hogy ott van telefontöltő is, és akkor ott van víztap is. Ott lehet, hogy jobban megállnak, de mostanában nem voltam kint, de nem is merek kimenni. A helyiek tartanak az illegális bevándorlóktól. Mészáros András a szerb-magyar határ közelében él. Szerinte még mindig rendszeresen érkeznek a faluba illegális bevándorlók. Arra Horgas felé, meg arra kiviszik őket a határszélire, ott már ki, ott, amit érnek, azt tarónak. Gyümölcsösbe egy károkat csinálnak, azt hallom, de nekünk nincs kint a határszélén gyümölcsösünk, úgyhogy mi nekünk nem csinálnak kárt. A falu lakói attól tartanak leginkább, hogy a hideg idő közelettével egyre több házba törnek be az illegális bevándorlók. Mintegy 450 kiállító vesz részt az idén 50 éves jubileumát ünneplő Loriszt idegenforgalmi halászati vadászati és sportfelszerelés kiállításon Újvidéken. Többek között Ausztriából, Macedóniából, Horvátországból, Szlovéniából, Romániából és Magyarországról is érkeztek résztvevők.
Európában egyedülálló vadásztrófeák tárlatát is megtekinthetik a látogatók az idei Loriston. Goran Trivan, Szerbia környezetvédelmi minisztere, a kiállítás megnyitóján elmondta, hogy a rendezvény kulturális és környezetvédelmi szempontból is fontos Újvidék számára. Szerbia napreduje bez ikakve sumnje, ali dozvolite mi da kažem da sve ovo što danas ovde vidimo, ribolov, lov, turizam, sport, konjarstvo, hortikultura, životna sredina ili ekologija, kako hoćete kolokvijalno, trofeji i sve ostalo, može biti samo trofej u kruni našeg bogatstva, onda ako shvatimo da sve to zapravo povezuje životna sredina. Újvidék számára az egyik legnagyobb siker az, hogy olyan generációk nevelkedhetnek a városban, akik az ilyen rendezvényeknek köszönhetően is érteni fogják, mit jelent gondoskodni a bolygónkról, mondta a megnyitón Milos Vučević, Újvidék polgármestere. Kada obstajete na tržištu 50 godina, koliko dugo Lorest otvara kapije svim ljubiteljima prirode i sveta oko nas, onda je svaka čast najmanje što možete da kažete svim zaposlenima na Novosadskom sajmu, svim posetiocima i izlagačima ovih popularnih jesenjih priredbi. A Lorist vasárnapig várja az érdeklődőket. A belépő jegy ára 300 dinár, a csoportos jegy 200 dinárba kerül. Janikovszky Éva életének és munkásságának legmeghatározóbb momentumait villantja fel a látogatók előtt az az emlékkiállítás, amely hétfő este nyílt meg a Zentai Alkotóházban. Vajdasági körútja keretében rövidesen 6 további településen is bemutatásra kerül. Lenyűgözve figyelik a kisdiákok Janikovszky Éva fotóit és személyes tárgyait a neki emléket állító kiállításon. Leginkább ami magával ragadott, hogy Janikovszky Éváról írtak itt a naplójáról is, és mivel beleolvastam még, ott is, hogy ilyen mercedes alakú írógép, nagyon megtetszett, és olvasgattam is. A kiállításon az író gyermekkori naplójának részletei, az írógépe és a díjai mellett számos egyéb különlegesség is fellelhető. A tárlat tulajdonképpen 19 pannóból áll egyrészt, amelyek bemutatják Janikovszky Éva munkásságát, életútját, a róla elnevezett díj bírálóbizottsága által kiadott díjakat, a Magyar Színház Égigérő fű című mesejátékának a makettjét, bábokat, amelyek az írásaiból készült színpadi adaptációban megjelennek. Mindemellett az írónő idegen nyelvű könyveiből is megtekinthető néhány a kiállításon. Janikovszky Éva a műveit ugyanis 35 nyelvre fordították le. Mondd, édes fia, mire használod te a fejedet? Az igen a költő kérdés, és rögtön jön rá a szimbolikus pontos válasz. A kiállítást Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke nyitotta meg, kiemelve, ha kimondjuk Janikovszky Éva nevét, annak, aki jól ismeri a történeteit, azonnal mosolyra görbül a szája, és számtalan emlék és történet jut róla eszébe. Kiváló pszichológus volt, lélekemberismerő, és nagyon jó író, szófukar író, nagyon kevés mondattal tudta elmondani mindazt, ami ma is időszerű, ma is aktuális, és a világ bármely nyelvére lefordították, mindenki értette, hogy mit akar üzenni nekünk. A Janikovszky Éva emlékkiállítás október 13-áig várja az érdeklődőket a Zentai Alkotóházban. A kiállítás vajdasági körútjának további állomásai Magyar Kanizsa, Török Kanizsa, Topolya, Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szabadka lesznek. Konzuli fogadónapot tartott ma Temerinben Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Több mint 100 kérelmező adta át okmányait. Kollát Erika konzul elmondta, hogy a középfokú nyelvtudás továbbra is az elvárt szint, amelyen a magyar állampolgárságot igénylőknek beszélniük kell. Az elektronikus személyigazolványt Szabadkán állítja ki a főkonzulátus. Emlékeztetett arra, hogy a közelgő magyarországi országgyűlési választásokon azok a külhoni magyarok vehetnek részt, akik előzetesen regisztrálnak a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Szükség esetén a CMH irodák, illetve a főkonzulátus munkatársai segítenek kitölteni a formanyomtatványt. Érezhető, hogy van érdeklődés a regisztráció után. Annyit tudni kell, hogy a regisztrációt követően 10 évig érvényes, de ha részt vesznek egy népszavazáson vagy választáson, akkor onnantól ismét számolódik a 10 év, és a választásokat megelőzően 15 nappal korábban kell, hogy beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához a boríték. A gyermekhét részeként Törökbecsén piacot szerveztek gyermekek számára. A városi piac pultjait mintegy 270 alsós diák vette birtokába.
A helyi Miloje Csiplitj általános iskola tanulói már a reggeli órákban szülők, nagyszülők segítségével cipelték a táskákba, tasakokba, dobozokba csomagolt árukat. Voltak, akik már több napja készülődtek, hiszen a nagymamák receptjei szerint készült kalácsokat már hétfőn kisütötték. Az édességek mellett a kicsik játékokat, ruházatot, tanfelszerelést és még sok mást is kínálta. Mit hoztál ma a piacra? Kalácsot, kiflit és ruhákat. Mennyibe kerülnek a kalácsok? Egy árban vannak? 30. Hoztunk lézet, meg ilyen édességeket, meg kalácsot, meg ilyen kézműves órákat, meg mágnesos szíveket, meg virágokat. Itt vannak az osztálytársaim, szeretek árulni, pénzt keresni, szeretek vásárolni. Vásároltál már valamit? Igen. Játékokat a testvéremnek. Voltak, akik az eladás mellett vásároltak is, és már éppen a finom téli fagyit kóstolgatták. Testvéremmel jöttem, szomszédba vettem téli fagyit. Nagyon finom. Amellett, hogy a gyermekhét keretében színes programokkal szórakoztatják a kicsiket, a piac a legkedveltebb aktivitás, amelynek humánus üzenete is van. Hoztunk olcsó áron eladni játékokat, hogy olyan gyerekek, akik nem tudnak boltba megvásárolni ilyen játékokat, autókat, olcsón hozzájuthassanak játékokhoz. A pedagógusok változatos programot terveztek, azonban a tanulók körében a gyermekpiac a legnépszerűbb. Hétfőn a törökbecsei tanintézményben a nagymamák, nagytaták meséltek a régmúlt iskolai életről. A kicsik pedig péntekig sem maradnak program nélkül. Szerdán sportnap lesz, ahol a szülőkkel vesznek részt a gyerekek. Csütörtökön és pénteken pedig előadást szervezünk, előadásra mennek a gyerekek, ahol élvezni fogják a műsort. A törökbecsei általános iskola felsősei sem maradnak el a gyermekhét program keretében szervezett akciókból, hiszen gyermekigazgatót neveztek ki, tanárok szerepébe bújnak, társasjátékoznak, elrejtett kincset keresnek, valamint futóversenyen mérik össze a gyorsaságukat. A Kacaj Fesztivál idén is sokszínes programmal várta a magyar kanizsai gyerekeket a Nemzetközi Gyermekhéten. A Szabadkai Gyermekszínház Társulata a Tigris Péter előadást mutatta be. Lefogottam, mi öcsi? Lázolottál, mi? Az előadásra szervezetten érkeztek a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény növendékei, akik tapssal és nevetéssel töltötték be a színháztermet. Deák Dávidnak nagyon tetszett az előadás, a kedvence Péter a tigris volt. Mai műsor, ez nagyon jó volt ez a bábszínház nekem, nagyon tetszett, vidám volt, sokat tapsoltunk, és szeretem ott nagyon lenni. Gregus Zalán sokak kedvencét, Tigris Pétert alakította, az inkább általános iskolásoknak való, de az óvodásokat is magával ragadó színdarabban. Magának az előadásnak a mondani valója a gyereknek az elválása a szülőtől, tehát egyfajta felnevés, hogy kerül az életbe, ugye szülők nélkül, hogy találja fel magát, tehát nagyjából erről szól maga az előadás. A Szabadkai Társulat előadta még a Kacsatojás című produkciót is, amit az általános iskolások tekinthettek meg. A rendezvényt a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény szervezte, és a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatta. Jó hírét viszi Szerbiának a női nemzeti röplabda válogatott, amely megnyerte az Európa-bajnokságot. Ezekkel a szavakkal köszönte meg a lányok teljesítményét Alekszandar Vučić államfő. Az elnök hozzátette, reméli, a szerb kormány elfogadja a javaslatát és megnövelik az éremszerzők díját. Vučić elmondta, a finálé napján a röplabda mérkőzés volt a legnézettebb műsor nem csak Szerbiában, hanem a boszniai szerb köztársaságban is. Az államfő kiemelte, 2000 és 2013 között a szerbiai sportolók 117 érmet szereztek, az elmúlt négy esztendőben pedig már 126-ot, és az egész nép nevében köszönetet mondott a lányok csapatának, hogy harcoltak. Alekszandar Vučić mellett Vanja Udovičić sportminiszter, Zoran Gajić a szerbiai röplabda szövetség elnöke, és a szövetség alelnöke Ivan Miković is fogadta az EB bajnokokat.
Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A 21 éves Nebojsa Kuzman a szabadkai Spartakus labdarúgó klub szurkolói táborának tagja, a Bécsben történt gyilkosság áldozata. Sztrájkok vannak Katalóniában. A Magyar Nemzeti Tanács 77 általános iskolába juttat el könyvcsomagot, 11 iskolának pedig interaktív táblát is adományoz. Törökbecsén piacot szerveztek gyermekek számára. Köszönjük figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a Forog a kamera, amelyben összefoglalót láthatnak az Európai Filmek 24. Palicsi Fesztiváljáról. A Szabadkai Magyar Rádióban szerda reggel a napindítóban azzal is foglalkoznak, hogy Szilárd út burkolatot kap a nyugati temetőben lévő első világháborús emlékeihez vezető út Kishegyesen. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!